Ennyi volt. Most kezdek belejönni. Na, még egy kicsit, na. Még 10 percet. Ne. 5 percet. Ne. 2. Szia, cukorfalat! Elkaptam a rossz fiúkat. Jól van. Biztonságban vagy, nem kell félned. Jól van. Na, húzd be a fejed. Játszani akarsz? Játszom veled. Gyere! Haza kell mennünk. Időben vagyunk. Ezüst csólyom. Ki az ezüst csólyom? Itt a névjegyem. Egy magácskának, egy magácskának hívjanak. Ah! Jackpot! Jackpot? Igen. Kisasszony, ismerem magát. Mi több, biztosan. Maga? A nevem Man. Rich Man. A nevem Man. Rich Man.不是，不站在我后面，我来为你护法剑，我，哥啦哥啦哥啦哥啦哥啦。
我一打架就特别开心，傻瓜，嘿嘿嘿，有几个圈呀？校长，就是他，打的我。 就只有你一个人打的吗？ már emlékszem. Maga Lulu Wong, Polaris City leghíresebb hölgye. Egy milliárdos örököse, aki híres a jótékonyságáról. És... Hogyan, milyen tájékozott? Örülök, hogy találkoztunk. Na hát látom, rendőrfelügyelő. Pontosabban, hamarosan felügyelő leszek. Éppen Polaris Citybe utazom, hogy jelentkezzek egy különleges feladatra. Elfogom ezüst sólymat. Tényleg? A bűnözők rémét, a rossz ellenségét? Sajnos az ügyködése demoralizáló a rendőrségre nézve. Az én feladatom, hogy Móresre tanítsam. Tehát... letartóztatja? Így van. Szomorú ez. Neki. Tényleg azt hiszi, hogy el tudja kapni? Maga mit gondol? Bocsánat. Semmi baj. Semmi baj. Elnézést. Volt már. Üdv mindenkinek! Hello! Köszönöm! Oké. Jól van. Egy pillanat. Miss Wong! Kocsival vagyok. Elvihetem? Megengedi? Én is kocsival vagyok. Köszönöm. Köszi. Várjon! Van telefonja? El akarja kérni? Nem. Csak a számát. Kérem a magáit. Ó, már is. Köszönöm. Várjon! Még nem jártam itt. Nem vacsorázunk együtt holnap? Körbevezetne? Rendben. Ha eszébe jut, ki vagyok? Hé! Főnök! Ki ez a Richman, és miért hallgatjuk le? Mert jó vicc lesz. Később belehallgatunk, jó? Oké. Főnök! Miért volt a nagy fal? Állati jó. Átugrottam a falon, elkaptam a tolvajokat, megmentettem a pandát. Ennél jobb nem is lehetne. Te olyan vagy, mint egy bunyós Michael Lady. Tutira orvosi eset vagy. Őrült vagyok. Hadd abba! Jön
a nénikéd? Atyám, siessünk! Várj, várj a cipőm! Jean néni? Jean néni? Lulu, hadd nézzelek! Ó, megint fogytál. Amikor a bátyámék örökbe fogadtak, még olyan kis pufók voltál. Bárcsak élnének még. Nekem is hiányoznak. A kedvenc csokoládédat hoztam. Folyton rosszra csábítasz. Gyere be, csokoládé! Elnézést. Hadd mutassam be neked Polaris legdrágább égkövét, Mr. Hocsungot. Valójában Hocsung professzor. Nagyon örvendek. Ajaj, mennem kell. Hagyom is, hogy megismerjétek egymást. Egy kicsit. Nos, professzor úr, mit csinál a legszívesebben? Kutatok és olvasok. Aztán még kutatok és olvasok. Ön mit szeret? Sok mindent. Kivéve kutatni és olvasni. Ne becsülje alá a munkámat. Már csak néhány nap, és hatalmas technológiai áttörést jelentek be. Remek. Tehát? Köszönöm. Háó, főnök! Ráhangolódtam a MEN csatornára. Adás indul! Rendőrkapitányság. Az eddig történtek. Richman a kapitányságon a repülőn történt romantikus kalandjával henceg. Ez bizony az égben köttetett. Az a Lulu Wong? Nem a te súlycsoportod. Igazán? Na, régről ismerem, mert majd később. Most nézzétek, megadta a számát. Nehetitek a kalapotok. Hello? Hello, itt MEN felügyelő beszél. Beszélhetnék Miss Lulu Wonggal, kérem? Felügyelő úr, itt nincs senki, akit úgy hívnak, hogy Miss Lulu Wong. Okos. Nagyon okos. Nem érdekes. Élvezem a kihívást. Uram! Mondja, ezüst csólyom nem elég kihívás? Ne aggódjon, uram! Már a markomban van. Kitűnő. Uram, riasztás a Nemzeti Bankból, az Ocean és Main sarkán. Jól van, menjünk! Menjünk. Hogy? De hová? Úgy értem, menjünk moziba. Jó, jó. Még átöltözöm. Thank you.
Elkaptam! Gyertek, gyertek, fiúk, gyertek! Sólyom, most már nincs messze hűsködni, ugye? Sajnos, le kell tartóztatnom. Jól van, maga kényszerített. Most már muszáj bevetnem a szuper fogást! Ez nem ért! A főnök jól mondta. Valóban mindig 4 órába telik, míg felöltözik. Ki vagy te? Ho professzor úr segédje. A nevem Kit. A professzor úrnak ma fontos előadása van, amire nagyon szeretné, hogyha eljönne. Ezért jöttem, hogy elkísérjem. Elnézést. Ne mozduljon! Ezúttal nincs hová bújnia. Forduljon meg! Kérem. Kicsi Lou, a kisugom vagy! Na csak, hogy eszedbe jutott a kisugod. Hé, ha nem csinálod ezt, soha nem jöttem volna rá. Ráadásul búcsú nélkül mentél el. Nézzenek oda! Ó, annyira hiányoztál! Elnézést! Elnézést! Felügyelő úr! Uh-huh. Mi ez itt? Ármány és szenvedélyklub? Vagy a főnökömet jött megvédeni? Elnézést! Te ki vagy? Kit? Ho professzor úr segédje. Ó! Oh. Továbbá az Ezüst Sólyom rajongói klub elnöke. Uh-huh. Úgy hallottam, nem kapta el. Egy oszlophoz bilincselte? Remélem, a főnökömmel jobban boldogul. Köszönöm. Hey. Mennünk kell. Hölgyeim és uraim,
Önöket a mesterséges intelligencia kiállításon. Professzor úr Ho Chung bemutatja önöknek legújabb interaktív otthonirányító rendszerét. Ez a forradalmi új chip megváltoztatja a technológiához való viszonyunkat. Ez új chip kényelmet és jobb életminőséget biztosít önöknek. Kérnék egy önként jelentkezőt. Igen. Tessék, hölgyem. Köszönöm. A fejpánba ültetett chip összegzi a testi állapotát jellemző adatokat. Na hát, Lulu. Elemzi a fizikai és szellemi állapotát, elnézést. Hogy optimális környezetet biztosíthasson örülök, önnek. Hogy eljött. Tényleg? Ön 28 napos terhes. Szeretné tudni a gyermek nemét? Ez csodálatos! Csak tegnap tudtuk meg! Köszönöm. Tudta, hogy szomjas vagyok? Kommunikátorunk képes a hipotalamus azonnali elemzésére. Hozzáfér legegyszerűbb gondolataihoz. Most pedig terhes tornagyanánt, végezzen el pár nyújtógyakorlatot. Ne, én nem szeretek tornázni. Értem, hölgyem. Mégis, az elemzésünk szerint most testmozgásra van szüksége. Kérem, kövesse a bemutatót. Nem akarok tornázni. A testmozgás jót tesz önnek és a magzatnak. Nem! Bízom benne! Jól van. Talán igaza van. Folyamatosan rendelkezésre állunk, hogy gazdánk javát szolgáljuk. Elnézést! És a véleményszabadság? Mi csak a javát akarjuk. Mi az, hogy a javát? Ki dönti el, hogy mi a jó nekünk? A gép? Vagy mi magunk? Mi csak a javát akarjuk. Drágám! Jól vagy? Hölgyeim és uraim, bemutatónknak ezzel vége. Köszönjük figyelmüket. Lulu! 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 Elnézést! Lulu! Elnézést! Elnézést! Mit szól a találmányomhoz? Az a lényege, hogy a mesterséges intelligencia irányítsa a gondolataimat. Elméletben igen. Akkor nem tetszett? Elnézést. Mondd, kis húgom. Hogy állsz a küzdősporttal? Sehogy. Abba hagytam. Nagy kár. Én jól. Én állati jó vagyok. Most úgy irigyellek. Hogy is volt veled ezüst sólyommal és a bilincsel? Nem igaz, ugye? Add meg az igazi számod. Ne csapj be. A találmányom kizárólag az emberiség javát szolgálja. Miért baj ez? Nincs semmi baj a találmányával. Csak nem értik az interaktív mesterséges intelligenciát. Fel a fejjel. Felteszek egy kávét. Állj! Ki maga? Voltak a professzor! Ide! Gyorsan! Maradj itt! Menjünk! Utána! Gyerünk!
arra! Menjetek! Mozgás! Gyorsan! Gyorsan! Minden egységnek! Itt ment felügyelő beszél! Hó professzort elrabolták! Keressük a fekete páncélautót! Mimi vetted? Kapcsold be a műholdas keresőt! Már is! Keletre tartanak a tudományos múzeum előtt! Nem, megfordultak! Nyugat felé mennek a Mandarinról! Ez az én hősöm, ne féljed, megmenti a professzort! Szállj le rólam! Agyon nyomsz, nem látod? Ülj le! Vigyázzatok rá! Mondja, látta ezüst csólyomot? Ő a végzett asszonya. Látta a motorját? Hogy leugrott róla, aztán rugott egyet, csinált egy állati szaltót is, háttal érkezett le. Hé, kölyök! Azért vagy itt, hogy segíts a nyomozásban. Nem, hogy üdöges. Ha a professzornak nincs pénze, barátai. Egyetlen értéke a fejében van. Tehát, kinek lehet ő érdekes? A Shiraishi vállalat Zendában. Kik azok? A Shiraishi volt az egyik első cég, aki támogatta a professzor csipjének kifejlesztését. Kizárólagos jogokat akartak a rendszerhez, de a prof nem hagyta. Az utolsó e-mailt egy hete küldték. A Shiraishi Zenda egyik legnagyobb pénzügyi központja. Telekommunikáció, média, elektronika, amit akar. Nem hiszem, hogy el kéne rabolniuk a főnökömet. Bármi megtörténhet. Zendába megyek. Mi? Mi? Én is megyek. Minek? Segíteni. A prof értesíteni fog engem.
Igen? Biztosan, higgy el! Viszlát! Hogy higgyem el, nem mi? Hazudok. Hazudsz! Ezüst sólyom rugás, előre, hátra, oldalt. Láttad egyáltalán? Voltam, voltam, amit csak képzeltem. Képzelted? Hazudozol, hazudsz! Ne csinálja már! Akkor sem jöhetsz! Jól van, ha legközelebb tényleg látom, szólok, jó? Legközelebb, ugyan már? Hagyd már békén! Szállj le rólam! Na, akkor mehetek? Hadd mutatkozzam be önnek. Alexander Wolf vagyok. Az ember, aki igazán érti az ön munkáját. A mesterséges intelligencia több lehetőséget rejt, mint bárki is hinné. Az egész világot bolondok irányítják. Akiknek egyetlen célja, hogy a többi bolond megválassza őket, és ezt hívják demokráciának. Az embereket irányítani kell, megmondani, mi a jó, nem ért egyet? A maga új csipjével és az én ötletemmel az emberek elméjének ezentúl egy hang parancsolna. Az enyém. És mit akar tőlem? Megindítani az ön csipjének sorozatgyártását, és beletenni minden telefonba. Az én találmányommal uralná az emberek agyát? Nem. Soha. A mikrocsip alapötlete az, hogy az emberiség segítségére legyen, nem hogy szolgává változtassa. Maga őrült. Nem fogok... Azt hiszi, van választása. A Siharishi vállalat legújabb fejlesztése a kommunikáció technológia csúcsa, az SZ-8000. Ez az új telefon Bluetooth funkciós, így láthatja barátait a világ bármely táján a csuklópánt kommunikátor segítségével. Lisa Hayashi hadnagy vagyok, és Mr. Siharishihez jöttünk. Értem, kis türelmet. Köszönjük. Ha náluk lenne a prof csipje, bár nincs, a hangot és az adatokat kapcsolatba hozhatnák az intelligenciával. Sőt, még a hangaktiválás is lehetséges lenne. Mint nálad? Mit csinálsz? A professzorral van egy kommunikációs kódunk. Megpróbálom azzal megkeresni őt. Valóban? Hát hajrá! Köszi. Hayashi hadnagy, elnézést kérek. De Mr. Siharishinek ma fontos vendége van, ezért ma már nem ér rá senkit fogadni. Ki lehet olyan fontos, de... Ez... Lulu Wong. Kiment a fejemből, a nénikém üdvözöl. Ó, köszönöm. Kis húgom. A rendőrség. Lulu, mit csinálsz te itt? Bemutatlak, a bácsikám Mr. Siharishi, és... Ó, menfelügyelő vagyok, Polaris Cityből. Nagyon örülök. Lisa Hayashi hadnagy, a Zendai rendőrségtől. Örvendek. Üdv, kit vagyok? Üdv, elnézést. Szervusz, Tina. Szia, papa. Itt vagyok a portán. Nem ebédelhetünk együtt? Sok a dolgom. Nézd csak. Szia, Tina. Lulu, de rég láttalak. Úgy hiányoztál. Te is nekem. Papa, ebédelhetek Luluval? Rájössz, Lulu? Persze, örömmel. Mindjárt lemegyek. Hajlak dolgozni, majd találkozunk. Jól van. Ó, Mr. Siharishi, úgy tudom, a Siharishi vállalatnak érdekeltsége van Hopp professzor találmányában. A
cégemnek sok érdekeltsége van. Így többek közt Hó professzor új csipjében is. De nem hiszem, hogy emberrabláshoz kéne folyamodnunk. Mr. Sieri, megkérdezhetem? Adhatok önnek időpontot? Kérem. Érdekes. Ők rabolták el a professzort! Hé! Megállj! Vagy rögtön megölöm. Sierisi azt mondta, ne avatkozzunk bele. Nem hiszem, hogy együtt akarna működni velünk. Tinát és Ho professzort ugyanazok rabolták el. Hol a kapocs? Hadnagy, leálltunk Sierisi megfigyelésével. Már borzasztó sok kérdése válaszoltam. Van valami? Nem kértek váltságdíjat? Na, mondd meg, mi történik? Kis húgom. Mi az? Azt mondtad, már nem edzel. Mégis mennek még a rugások. Nem igazán. Tessék. Mondd, jól ismered Sierisit? Nagyon jól, mióta csak örökbe fogadtak. A bácsikám és az apám jóban voltak. Befolyásos ember Zendában? Hogy érted? Megkérte a rendőrséget, hogy ne avatkozzanak bele, tehát magunk vagyunk. Ha együttműködik az emberrablókkal, ki kell várnunk és majd meglátjuk. Tehát, kis húgom, megvan még a maszk, amit adtam? Bocs, de azt már régen elvesztettem. Mondd, miért lettél rendőr? Nem emlékszel? Mindig én védtem az igazságot. Már hivatalos. Van hozzá jelvényem. Azt hittem, hogy te is rendőr leszel. Gondoltam rá. Tehát ismersz. Mindig a saját fejem után megyek. Értem. És miért jöttél Zendába? Akira bácsi.
Hol van a lányom? Mennyi pénzt akarnak? Nem pénzt akarok, hanem együttműködést. Az SZ-8000-et? Ez az új SZ-9000-es. A magáé elavult. Meg akarta szerezni hócsipjét. Tőle megkaphatja. Tegye fel. Tina! Tina! Papa! Ne bántsák a lányomat! Gyártsák le az új telefont. Tegnapra. És hozzáférést kérek. A műhold rendszeréhez. Na és mikor engedi el a lányomat? Hamar. Hello, kölyök. Segítened kell. Tudd meg, ki ez. Hát ez állati. Én segíthetek ezüst sólyomnak. Nem semmi. Hó, professzor úr. Hogy halad a munka? Minden gond nélkül megy. Csodálatos. Íme az első üzenet, amit el kell juttatni az emberek agyába. Mennyi idő, még a parancs hatályba lép? Ahhoz, hogy teljesen uralja az elmét, nagyjából 4-6 hét szükséges. Nem, nem. Az túl sok. 10 napot kap. Az komoly hatással lenne az idegsejtek hálózatára. Még agykárosodást is okozhat. És? Csinálja. Most mit csinál? Felgyorsítom, ahogy kérte. Ellenőrizze, hogy mit csinált! Rendben van, uram. Csak semmi trükk. Az SZ-9000 új alapokra helyezi az ember és gép kapcsolatát, és teljesen szinkronba hozza a mesterséges és az emberi értelmet. Tartalmazza az SZ-8000-es minden funkcióját, de mesterséges intelligenciát és interaktív technológiát is. Az SZ-9000-es segít felismerni az optimális lehetőségeket, és kiszolgálja igényeit napi döntéshelyzeteiben, találkozók szervezésében, sőt, akár az étterem választásban. Kérnék egy jelentkezőt. Tessék. Hogy hívják? Aira. Rendben. Mikor született? 82. 8. 10. Köszönöm. Hívja ezt a számot. Rendben. Tessék. 72. 36. 41. 12. Hello, Mr. Aira. Szeretne velem vacsorázni? Hát persze. Mondjuk egy cuki, aki 7-kor. Mr. Aira. 7:30-ig nem ér rá. Javasolhatom inkább a 8 órát. Egyébként a koleszterin szintje 2:15. Ez egy kicsit magas. Foglalhatok asztalt a Kio House-ba? Inkább 8-kor a Kio-ban. Rendben, ott találkozunk. És hangaktivált. A professzor ötlete. Úgy látom, a prof összes ötlete itt van. Ez furcsa.
Igen. Most igazad van. Elnézést, Miss Wong. Sajnálom, de Mr. Sierisi a mai nap folyamán nem fogad vendégeket. Hogy? Még Lulut sem? Ez nagyon fontos. Megpróbálná még egyszer. A hírverés nem elég. Nem érdekel, mennyibe kerül. Kimentek már a telefonok? Igen, uram. Minden szenátor megkapta a telefont tegnap. A Kira bácsi. Minden rendben van? Ki volt az a helikopterben? Az ember rabló? Rázza le őket. Most. Bácsikám. Rosszul vagy? Egyébként a csipek ma kerülnek a gyárba. Kezdjék meg az RZ-900-es sorozatgyártását. Megértette? Dobják ki őket! De... Még sosem láttam ilyennek Akira bácsit. Hé, nézzétek! A lányt elrabolták. Őt viszont nem izgatja más, csak az előléptetése. Nem értem. Miss Ezüst sólyom. Igen. Igen, uram. Megvan a gyanúsított. Csak kérek még időt. Érjen oda ezüst csólyom előtt. Igen. Szia! Beszélnem kell veled. Oké, várj meg a bárban. Még átöltözöm. Ha? Mész valahova? Nem. Ez olyan női dolog. Várj meg odalenn. Egy sört kérek. Hello, ezüst sólyom. Beléptem több ország titkos adatbázisába, és végül megtaláltam, akit keresel. A neve Alexander Wolf. Pár évvel ezelőtt államcsínyt kísérelt meg Dél-Amerikában, sikertelenül. Menekülés közben egy robbanásban elvesztettem mindkét karját.
Azt beszélik, hogy most szupererős fémből készült műkarja van, ami rendkívül veszélyes fegyver lehet. Utóirat? Megtisztelt. Tényleg te vagy az? Mi az? Csak egy játék. Hé, mit csinálsz? Hová megyünk? Most ne! Szállj ki! Különben kidob. Szállj ki! Oh, segítség! Segítség! De ki számít! Te dög! Na gyerünk már! Menjünk! Nos, ez most ezüst csólyom, vagy Miss Lulu Wong? Hol van Tina? Tina? Tina nem a maga dolga. Ő csak eszköz. Amúgy is oly soká tartana elmagyarázni. Nem érek rá a marhaságaira. Engedj el Tinát! Tudja, nagy csodálója vagyok önnek, de túl sok bajt okozott. Ezért rendeztem e mulatságot magának. Kezdődjék! Thank you.
Maga ezüst sólyom. Na gyerünk. Most jöttem bele. Játszunk még 5 percet. Rendben. Le akarja tartóztatni? Hé! Hey! Ne! Kérem! Ne! Ne csinálja! Ne tegye! Mert különben... Ne! Ne! Hé! Hey! Hol vagyok? Nézd meg magad! Te nem is tudod, milyen veszélyben voltál. Azt hiszed, halhatatlan vagy? Hogy te mented meg a világot? Nincs időm ezen gondolkodni. Ez a rendőrök dolga, és én az vagyok. Tudod te egyáltalán, ki vagy és mit csinálsz? Pontosan tudom, mit csinálok.
és azt is, hogy ki vagyok. Az egyetlen különbség az, hogy neked van jelvényed, nekem nincs. De ne felejtsd el, hogy mi ketten ugyanazért az ügyért harcolunk. Egy ügyért? Ha! Törvények is vannak! Bár te könnyen beszélsz. Felveszed a maszkot, te vagy a hős. Leveszed, és Miss Lulu Wong vagy. Persze, hogy neked mindez csak játék. De ha mindenki a rendszeren kívül működne, maga lenne a káosz. Mostantól maradj ki ebből. Neked ott vannak a törvények, nekem viszont az elveim. A képességeimmel segítek az embereken. Ez a küldetésem az életben. Ez az én életem. Úgy, hogy maradj ki belőle. Majd valahogy megmentem Tinát. Ha nem sérültél volna meg, most lecsukatnálak. Tényleg? Rajta. Mert lehet, hogy nem lesz rá több alkalmat, felügyelő úr. Miss Lulu Wong, vagyis ezüst sólyom, megkapta azt az e-mailt, amit küldtem. Azt, akit keres, úgy hívják Alexander Wolf. Menjünk! Micsoda? Mondom, menjünk! Ne, engedjen el! Nem tudja, hogy mit csinál! Kerünk már! Ő az én bárványom! Most mondj el mindent, amit csak tudsz. Különben lecsukatlak. Mi? Lecsukat? Bizony. Most már elmondtam mindent. Most már ne mondja, hogy lecsukat. Miért nem mondtad el eddig? Ő a bálványom. Maga meg el akarta fogni. Miért mondtam volna? Hé, figyeljen csak. Mondja, milyen érzés volt megtudni, hogy a kis húga... Ez is csólyom! Hogyha jobban verekszik, mint maga? Na, mondja már el! Kérem! Na? Siarishi irodája által kiadott közlemény szerint alaptalanuk a lánya elrablásáról szóló pletykák. Akira Siarishi ma sajtótájékoztatón több szenátor és üzleti vezető jelenlétében jelentette be Alexander Wolf államfői jelölését. Milyen téren számíthat Alexander Wolf a támogatására? Mindenben őt támogatom! Igen! 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 Ezt nézze! Ez a sok fejes mind be van szívva. Ez az első eset Zenda történetében, hogy a külföldit jelölte a legmagasabb politikai tisztségre. SZ 9000-esük van. Ez sok zendai a demokrácia... A telefonnal lehet a gond. Szerezzünk egyet. Én megvizsgálom. Megmutatom. Milyen is egy számítógép zseni. Komolyan? Igen. Szia, Liza! Richmond. Fordulat van az ügyben. Segíthetnél? Nincsen ügy, meg van kötve a kezünk. Kérlek, Liza, mióta ismerjük egymást? Utálom, ha ezzel jössz. Sifu,我这么喜欢打架，为什么还要教我这么多功夫？水成为洪流会造成灾害。 水也会为万物带来生机。你记住，凡事必有阴阳正负两极。功夫可以伤人，也可以除暴安良。师父，什么功夫是最好的？有一次火跟水决斗，水把自己结成冰，以为可以用坚硬的冰打赢火。 Jó reggelt! 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 Jó reggelt!
Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Megint éjszakáztál. Hm? Megvan. Mi? Megvan! Hé, hé, ébresztő! Ébresztő! Keljen már fel! Mi van meg? Keljen már fel! Mister! Megvan. És mi ez? A kódnyelv, amit a proffal alkottunk. Milyen ügyes! És mit ír? Ó, azt mondja, egy föld alatti bázison tartja fogva egy Alexander Wolf nevű ember. Wolf a chip segítségével manipulálja az SZ-9000-est használók agyát. Műholdon keresztül sugároz majd diktátori üzeneteket a telefonokra. E hónap másodikán, 15 órától. Minden felhasználó a hatása alá kerül majd. Meg kell állítanunk. Ez ma van. Hé, azt nem írja, hogy honnan sugározza? Nem, de egy pár órán belül megtalálom. Pár óra? Nincs annyi időnk. Lisa, küldesz fel derítőket? Hová? A... Country Road 9-es szám. Üdvözlettel, ezüst sólyom. Ez az. Lisa, nincs szép más esély. Bízd bennem. Jól van, megy egy csapat. Ez az! Menjünk! Kérdezhettem volna előbb. Nem ért rá, mert szitkozódott. Te! Na, csend legyen! Vigyék! Meddig tart még? 5 perc múlva adatátvitel. A feladat végrehajtása 15 perc. 3:15-re a művelet befejeződik. Tudja, hogy hány RZ-9000-es telefon van ma a piacon? Több mint 100 millió. Maga elmebeteg! A számok egyre nőnek, és ez még csak a kezdet. Magának és nekem még mindig sok dolgunk van. Uram, készen állok. Csodálatos. Akkor kezdjük. Igenis. Ide hívta őket. Figyelmeztettem. Ez itt egy raktár. Biztos, hogy jó helyen vagyunk? Igen, itt van. Lisa. Jól van. Nagyon jó. Beszivárogtunk egy kirakat baba tenyészetbe. Oké, oszoljunk és kutassuk át. Rajta. Fuck!
Na, épp ideje volt. Miért? Valami baj van? Megengedett? Hm? Ne már! Nem hagysz játszani! Igen. Te menj velük, én pedig megkeresem az átjárót. Jól van. Igen! Megtaláltam! Igen! A legjobbkor. Szemtanúi lehetnek a csodának. Megünnepeljük? Persze. Csak a holttestemen át. Professzor úr! Jól van? Thank you.
professzor úr! Ezúttal valóban végzek magával. Most egy-egy ellen? Soha. Professzor úr! Ébredjen, professzor úr! Ébredjen! Gyorsan! Le kell állítani! Segíts leállítani a feltöltést. Csak Wolf retinájával tudom aktiválni a rendszert. Hajd én! Oké! Fogytán az időnk! Szkennelje be a szemét! Adatátvitel megszakítva. Sikerült. Megcsináltam. Igen, 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 igen. Igen. Sikerült. Önmegsemmisítő aktiválva. Mi? Mi ez? Jobb, ha megyünk. Gyorsan, gyorsan! Húzzunk el innen, most! Nyomás! Vége van! Jöjjön! Menjünk! Gyorsan, siess már! Gyere! Professzor úr! Ébredjen! Kit! Kelj fel! Kelj fel! Gyorsan! Gyerünk! Siessünk! Gyere! Nincs időnk! Jöjjön már! Jöjjön! Gyorsan! Vigyétek!
Nyisd ki az ajtót! Gyerünk! Ébredj! Ébredj! Gyerünk! Nézd rám! Nézd már rám! Nyisd ki az ajtót! Kérlek! Gyerünk, Keith, ébredj! Rendszer lezárva. Mi? Nem! Próbáld meg, gyerünk, vigyázz rá! Hogy hallasz? Mindig hallasz engem. Válaszolj! Beszélj hozzám, kérlek! Itt hagynám köszönés nélkül! Ne tedd ezt velem! Gyere! Gyere ki onnan! Na hát, mégis van gyenge pontja. Mit csináltál? Le akarta csukni. Aha. Vagy nem? Én leléptem. Egy hónapja vagyok itt, és egy ügyet megoldottam. Ezt csak neked köszönhetem. Nem ez is súlyom segített? Szóval, még mindig el akarod kapni? Nem vetettem be a glag-glag módszert. Vajon ki fog nyerni? Ó, oh, bocs. Halló? Igen. Jól van. Már is megyek. Bocs, mennem kell. Ne haragudj. Hát, szia. Glug, 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 glug.
Rendezte Ying Yimei. Magyar hangok. Ikali Gerda, Karácsonyi Zoltán, Hanvas Dániel, Janovics Sándor, Beratin Gábor. Magyar szöveg Faludi Katalin, hangmérnök Nikodém Norbert, vágó Darók Attila, gyártásvezető Habdák Gabriella. Szinkronrendező Nikodém Gerda. A szinkron az SPI International megbízásából a Filmsound stúdióban készült. Az 5.1-es hangot készítette Nikodém Norbert.